Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Geekkocsma csatornán, és a legújabb, szám szerint immár az ötödik kockafeje podcast adást most egyedül fogom fölvenni, tehát most csak engem fogtok hallani, most nem lesz társam. Remélem mindenki tudja, hogy ki vagyok, úgymond, de hogyha esetleg valaki most tévedne ide a csatornára, akkor David vagyok, ugye a Geekkocsma csatorna alapítója is, illetve egyik videósa, ugye a társam ugye Jimmy. Az előző podcastet vele csináltuk, illetve mind a ketten szoktuk ugye a csatornára videókat föltölteni. És tényleg, hogy először jártok itt, akkor sok szeretettel köszöntünk titeket itt a csatornán. És a mai podcast témája nem lesz más, mint hogy hogyan lettem prémium gyűjtő is, tehát hogy hogyan kezdtem prémium figurákat is gyűjteni. De hát ugye én sok podcastben és több vlogban is elmondtam, meg hát persze egyéb figura videóban is, hogy én nagyon kis gyerekkorom óta szerettem az akciófigurákat, egész pontosan a 90-es évek közepe óta. És igazából viszont az első komoly darabok, tehát nekem igazából 2 éve vannak. Tehát én 2018 nyarán vettem az első Hot Toys figurámat, ami nem volt más, mint egy Hot Toys ugye Electro figura, az Amazing Spider-Man 2-ből, ugye, amiben ugye Electrót ugye Jamie Foxx játszotta. Tehát az volt az első Hot Toys figurám, igazából ez egy elég olcsó Hot Toys figura volt, Hot Toyshoz képest tényleg olcsó volt, ezt Magyarországon vásároltam a Galaxy játékáruházban, és azt hiszem 50 ezer forint volt, vagy 45, nem tudom pontosan, 45 vagy 50 ezer forint között volt, tehát nem számított Hot Toysnak, nem számított drágának. És tényleg egy jó figura. Az, hogy tud úgymond világítani, mint hogyha tényleg ilyen elektromos áramokat lőnek ki, vagy stb. Azok az elektromos áramefekteket ugye fel lehet tenni a kezére, az rohadt jól néz ki. Más képessége igazából nincs, de maga a figura nagyon szépen ki van dolgozva, és a feje, tehát a headscope az kifejezetten gyönyörű, tehát tényleg egy nagyon jó kis figura, de nem lett túl sikeres, és hamar úgymond olcsó Hot Toys-szá vált, hát gyakorlatilag Avengers Bruce Banner, vagy pedig ugye hát ugye The Long Range, tehát a Tonto figura, ami ugye a Johnny Depp játszott ugye abban a Western filmben, amit ugye a Karaténgel Kalózai alkotói csináltak, ugye a 2013-as film, kb. Az a Hot Toys figura, és ugye ezt a hát gyakorlatilag akinek nem nagyon van pénze, aznak kb. Ez a 3-4-5-6 figura van meg így különböző Hot Toys figurákból, ugye, és köztük az Electro az egyik, ami ugye, ha nem is a legolcsóbb között, de ugye a második helyen ott van, vagy a harmadik helyen, tehát igen, nem a legdrágább Hot Toys, és sokan ezért vannak bizonyos emberek, hát nem sokan, de bizonyos emberek úgymond ezért le is nézik, tudom, láttam a magyar külföldi csoportban, hogy nem egy túl jó figura, de szerintem egy képregény rajongónak, képregény film szerető embernek, és aki szereti a főellenségeket, én Electrót egyébként is szerettem a képregényekből, szóval szerintem annak egy ilyen figura beszerzés, ha nem is kötelező, de erősen ajánlott. Na, de ennyit a Electróról, szerintem eléggé kifejtettem. Akkor igazából a második figurám nekem ugye szintén egy olyan figura volt, ami hát nem is azt mondom, hogy lesajnált figura, de a Hot Toys között nem számít drágább, mint az Electro, de nem számít úgymond drágának így a, vagy nem számít úgymond egy ilyen különlegesek, hát nem egy Batman Begins-es Batman figura, tehát az ugye az mai napig ilyen 200-220 ezer forint körül van, tehát az nyilván nekem notaviabb lett, tehát nem elérhető, de attól függetlenül az a figura is, amit én másodiknak vettem, szerintem teljesen jó volt, tehát ugye ez egy Man of Steel-es ugye Jor-El figura volt, ugye a 2013-as ugye Man of Steel film alapján készült, és szerintem egy rohadt szép figura, ráadásul ez volt az első olyan 1-6-os figurám, tehát igaz, ami ugye egy rendes emberről mintáztak, tehát nem úgy, mint az Electron, a Jamie Foxx, hiába ő játszotta meg róla van mintázva, de az elmaszkírozás, illetve hogy úgymond az a kék fej nem igazán őt hagyja teljesen vissza, inkább magát Electrót, viszont itt ugye ugye Russell Crowe játszott a Jor-El-t, és tényleg úgymond a figura is úgy néz ki, mint Russell Crowe, tehát nagyon szép a arcmimika, minden, a szemek gyönyörűek, ugye itt még a Hot Toys-okat rendesen kifestették a szemüket, nem pedig matricát kaptak a szemükre. Úgyhogy nem is régen beszéltem meg egy figuragyűjtő barátommal, kedves ismerősömmel, hogy ugye most már ugye a Hot Toys figuráknak ugye csak matricázzák a szemüket, sokszor nem festik, vagy maximum csak az ilyen nagyon prémium 1-4-eseknek, meg az ilyen, tényleg az ilyen, ami ugye nagyon különlegesnek számít ugye a Hot Toys-ba, tehát ez a szuper gyűjtőkiadásokat esetleg azoknak, még megfestik a szemüket, ugye ezt itt láttam, hogy külföldi videósok is veszekednek rajta, hogy tényleg festik-e még, vagy pedig matricázzák, de valószínűleg szerintem inkább már matricázzák, nagyon ritka esetben van az, amikor tényleg festés kap, amiről én tudom, hogy az utolsó festés kap, mert utána néztem, az a 2017-es ugye a Karaténgel Kalózai 5-höz készült Johnny Depp Hot Toys figura, na az még festették a szemét, de meg is lehet nézni, hogy még szinte még ott olyan, mint ott lenne a lélek
a szemében. Tehát, hogy az egy gyönyörű figura. A többit már, az már nem ilyen. Tehát én a Hot Toys-ból igazából ezért is főleg régieket gyűjtök. Újat nem igazán vásárolok már, mert nekem, megmondom őszintén, annyira nem tetszenek, de hát ugye kinek mi a, ki mit szeret, ugye én például szeretem a Sideshow-t is, sokan nem szeretik a Sideshow-t, nem tudom, tehát ugye ezt mindenkinek magának kell döntenie. A lényeg az egyébként, hogy ő volt a második figurám, és gyakorlatilag ezek alapján kezdtem el gyűjteni a figurákat. Itt jött be az, hogy én prémium figurákat is akarok gyűjteni, de nem akarok prémium gyűjtő lenni. Tehát engem a prémium gyűjtés úgy magában nem érdekel, tehát hamar megunnám. Nagyon hamar megunnám, hogyha csak egy hatos figurákat gyűjtenék, és mondjuk soha nem vennék egy Mekkát, soha nem vennék egy McFarlane-t, soha nem vennék egy Hasbro-t. Én igazából nem tudnék már úgy meglenni, mert hiszen ezekkel kezdtem, ugye én is Hasbro-val kezdtem, aztán lett Mekka, McFarlane Toys, majd végül Hot Toys, meg ugye egyéb egy hatos figurák, ugye Sideshow. Nem tudnék már visszamenni úgymond tehát úgy, hogy ne hiányozna nekem ez. Tehát nekem igazából a NECA is, hogyha meglátok egy szép NECA figurát, és a NECA mostában elég szép figurákat ad ki, már nem tudnék úgymond nemet mondani rá a legtöbb esetben. Jó, 90%-ában úgymond anyagi meg helyi igényi okok miatt nemet mondok rá, de van az a 10%, amikor semmiféleképpen sem. Tehát mindenféleképpen kell. És igazából itt is jön a másik probléma a képbe, hogy nagyon sokan látom, hogy igazából vesznek két-három figurát, és már prémium gyűjtőnek mondják magukat, de attól nem lesznek azok. Tehát az igazán kemény prémium gyűjtők szinte csak tényleg prémium szobrokat, figurákat vesznek, legtöbbször Hot Toys-t, Sideshow-ban inkább szobrot, ugye, mert Sideshow-nak kevés egy hatos figurája van mostanában, ami van az meg, hát egyik jó, másik nem, szóval ilyen feles. Hot Toys-nál is persze ez megvan, de nem akarok ezzel vitát bármit generálni. Tudom, hogy a Hot Toys is nagyon sokan szeretik, főleg a magyar prémium gyűjtők között a Hot Toys nagyon jónak számít. Ugye nekem is van jó pár Hot Toys-om, sőt az legtöbb egy hatosom abból a 20 darab egy hatos figurámból, ami van, az a legtöbbje Hot Toys. Azt hiszem 8 vagy 9, tehát majdnem a fele Hot Toys. Majd meg is kell számolnom igazából, mostában csak vettem őket, és nem is kategorizáltam. Na, ez egyébként ez egy másik dolog, amiről majd akarok egyszer beszélni, hogy ne legyen rossz gyűjtő, hogy igazából csak veszed, 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 és már nem foglal, és már igazából mindig csak az újabb, az újabb, az újabb, az újabb kell, és nem foglalkozol azzal, hogy esetleg kicsit hátradől és meggondolt, hogy mit, hogyan tovább, vagy mit merre, mert ez a rossz gyűjtő. Én viszont ilyen nem akarok lenni, de ez most nem ez a téma teljesen, ezt csak így megemlítettem. Mivel egyedül beszélek, ezért elnézést kérek, hogy a kicsit csapongok, de nyilván ezt a kevés adásidőt, amit ugye egyedül meg tudok nektek ugye tölteni, azt tartalmasan szeretném. Na, de visszatérve egy hatos figurákra, őszintén szólva megmondom, hogy egyáltalán nem bántam meg, hogy én is belekezdtem tényleg a prémium gyűjtésbe, viszont továbbra sem tartom magam prémium gyűjtőnek, továbbra sem lettem sajnos gazdagabb, és igazából nem is tudnám úgymond se anyagnak, semmilyen szempontból nagyon hosszú ezt csinálni, viszont nyilván abba hagyni sem akarom, hogyha van rá anyagi, meg beszerzési lehetőség, és meglátok egy szép Hot Toys-t, egy szép Sideshow-t, de mondjuk, tehát tényleg, vagy tényleg, ami legutóbb bemutattam, ugye a Gandalf figurát, azt nagyon sokan szerettétek, tényleg egy jó sikerült videó lett, és egy még gyönyörű figuráról. Tehát tényleg egy Asmus Toys is az ember meglát, és megfizethető, mert néha egyébként az Asmus Toys olcsó, mint a Hot Toys, és nem sokkal marad el. Sőt, egy-két dologban már mostában jobb is, mint a mostani Hot Toys. A régi Hot Toys nem, tehát a régi Hot Toys nyomában nem ér, de a mostanitól tényleg jobb egy kicsit. Persze bizonyos dolgokban rosszabb, tehát azért akármit mond, azért mondom sokszor a Hot Toys-t, mert a Hot Toys-t igazából megkerülhetetlen. Tehát bizonyos dolgokban úgymond mindig ő lesz a favorit, még akkor is, hogyha már nem lesz olyan jó, de inkább ez ilyen érzelmi okokból. Nekem is a legelső egy hatosom ugye a Hot Toys volt, és mindig is az lesz a legelső. Tehát ezzel nem lehet változtatni, ez már így alakult. Lehet, hogyha mit tudom, egy custom egy hatosra vettem volna, akkor csak custom figurám lennek, és szarnám le a Hot Toys, nem érdekelne, de nem így történt. És igazából ez a lényeg, hogy ha ti is egy hatos gyűjtővel vagy prémium gyűjtővel váltok, nem biztos az, hogy amit megvesztek, mondjuk megvesztek tényleg egy olcsóbb szájsót, amit már ilyen 20-30-40 ezerre ki lehet kapni szájsó vagy hatos figurákat, és van köztük tényleg nagyon jó is, és amit érdemes is megvenni, akár többet is, többféle márkából, brandből, akkor lehet, hogy titeket már csak az fog érdekelni, nem csak az anyagiak miatt egyszerűen. Megszokjátok, megszeretitek, mélyen a szívetekbe, lelketekbe zárjátok, és nem tudtok már mással foglalkozni. Ezért is mondom azt, én amikor kértetek tőlem, tehát írtatok nekem e-mailt, vagy Facebookon bármi, vagy esetleg egy-két ugye e-mail meg Facebookon való kérdés, Jimmyhez is ugye eljutott, ő is kapott egy párat,
de nyilván én kaptam a legtöbbet. Azokra én mindig azt mondtam, hogy azt csináld, amit tetszik, azt csináld, ami jó. Tehát olyan gyűjtő legyen, amit élvezel. Tehát nem kell neked tényleg prémium gyűjtővé válnod ahhoz, hogy értékes legyél. Tehát ha te csak nekkát akarsz gyűjteni, akkor gyűjtsél nekkát. De teszem azt, ha te botleg gyűjtő vagy, akkor gyűjtsél botleget. Gyűjtsél, amit szeretsz, gyűjtsél, ami jól esik tényleg, hogyha... Bár azokat annyira nem szeretem, de hogyha tényleg akarod, akkor gyűjtsél lempillegót. Tehát az már nem akciófigura, de tényleg, hogyha legót, szereted legót, de mondjuk nincs pénzed, legtöbbször a legóra, csak a utánzatára lempill, akkor gyűjtsd azt. Ha tényleg az boldogít, attól repes a lelked, attól vagy az okoz örömet, akkor gyűjtsél lempill legót, az kész. Ne törődj azzal, ki mit gondol róla. Vannak ilyenek foglalkozó gyűjtői csoportok, minden közönségnek megvan a, úgymond minden embernek megvan a maga közönsége, tehát minden szubkultúrának megvan a maga a köre, itt is meg fogod találni, hogyha esetleg tényleg ilyen KO-t vagy botleget akarsz gyűjteni. Ha esetleg Hot Toys botleget, akkor ott a Crazy Toys. Nekem is van egy Crazy Toys-os Thor figurám. És akkor mi van? Mellett a legtöbb, ugye 90%-ban a Hot Toys-ok meg eredetiek. Csak ez az egyetlen egy darab van, úgymond ez a Crazy Toys, ugye, ami egy Hot Toys botleg. Ezzel nincsen semmi baj. Nyilván mindenki, nekem is vannak ugye botleges videóim. Néha botleg is jó egyébként, de nyilvánvalóan azért a botleg soha nem lesz olyan, mint egy tényleg egy gyönyörű Hot Toys, vagy egy tényleg egy Sideshow. Én mindig ezekre lyukadok ki, mert tényleg ez nekem úgymond a valamilyen szinten a megkoronázása a gyűjtésnek. Tehát a Hot Toysnak ott az a barna doboz, az kinyitod, stb. Kiveszed belőle a figurát, okoz egy olyan eufórikus érzést, amit semmi más nem tud pótolni, és ezt igazából csak a prémium gyűjtők tudják, vagy akiknek legalább egy Hot Toys-ot vett, és nagyon tetszett neki, nagyon élvezte. Azt tudja igazából. Ezt ugye nem lehet kiváltani, sajnos, se egy nekával, se egy megfelelő toys-szal, se semmivel. Tehát ezek azok a figurák, amik tényleg úgymond egyediek, és tényleg nagyon szépek, nagyon élethűek a legtöbbek, tényleg több ismerősöm, aki nem foglalkozik ilyen, ő is mondta, hogy nagyon szépek ezek a figurák, nagyon élethűek, nagyon jól néznek ki, nagyon művésziek, tényleg a legtöbb az még művész is. Manapság ugye már persze, hogy mondtam, vagy a Hot Toys, hogy bármi más már nem annyira művész a legtöbb esetben, de azért még mindig oda teszi magát, hanem is mindig, de sokszor. És igazából ez a lényege, hogy ha prémium gyűjtők vagytok, ha nem, nem kellnek ezek a címkék, nem kellnek ezek a stb. Ilyen tényleg ezek a címkézzük magunkat. Én igazából gyűjtő voltam, gyűjtő maradok mindig is. Azt, hogy most elkezdtem egy-két prémium figurát is venni, az nem azt jelenti, hogy gazdag lettem, vagy prémium gyűjtő lettem, mert már ugye kaptam ilyen e-mailt is, hogy mit történt, van bankot raboltam, vagy most hát tényleg átmegyek a prémiumba, és nem fogok másokkal foglalkozni, mint pár évvel ezelőtt, dehogy is nem fogok. Úgy lesz mindenféle, amit éppen érdekel, vagy tetszik, vagy szeretek. Csak egyszerűen, úgymond a Hot Toys miatt, meg egyéb más 1-6-os figurák miatt megtetszett ez a világ. Én is vettem az ott a Custom 1-6-ost is, ami ugye nem hivatalos, tehát ilyen harmadik utasbeli figurát szokták mondani. Tehát nem, tényleg úgymond, tehát ilyen jog nélkül figura, tehát úgy adták ki, hogy igazából nem lehet volna joguk kiadni rá, mert ugye nem vették meg ugye a kiadási jogot, de egy gyönyörű szép figura, majdnem olyan, mint egy tényleg egy Hot Toys, vagy egy Asmus Toys, hogy nem mondjak mindig már Hot Toys, ez elnézést kerek, de tényleg ez, tehát egy hatos Hot Toys, azt mindenki megérti, mert sokan tényleg például Magyarországon azt vettem észre, hogy a prémium figura, akkor azt mondják Hot Toys, vagy pedig Sideshow, vagy pedig a prémium szobra, akkor Sideshow szobrod van, vagy mit tudom, maximum prémium egyes szobrod. Tehát nem nagyon ismernek más az emberek, vagy nem tudom. És ezért most, ha elkezdek mondani egy Lim Toys-t, vagy pedig egy tényleg egy Asmus Toys-t, vagy pedig egy... Hát az ugye nem annyira is, mert az Asmus Toys az féli, meddig ugye teljesen ugye, tehát nem Buherből csinálja, viszont a Lim Toys az teljesen ugye a harmadik utasbeli, tehát teljesen ugye Buher figurákat csinált, szép figurákat, ugye nem botleg, inkább custom botleg figurákat. Persze nem olcsóak, tehát ilyen 60-70-80 ezer forintba kerül a figurákról beszélünk egyébként, de nyilván nem joggal adja ki őket, tehát ilyen jog nélkül figurák, ezért is a szereplők neve a talpazaton is más név van, illetve a dobozra is mindig valami non-figuratív, vagy pedig kicsit a karakterhez, filmvilága az illő nevet írnak. Ez is egy érdekes dolog. Tehát, hogy például egyik leghíresebb ugye a Lim Toys figura, az a 2015-ös ugye Mad Max film alapján kiadott figura, amiben ugye Wasteland Ranger-nek hívják ugye a Max-et. Tehát, hogy nem az van, hogy Mad Max, vagy
Max Ratajkowski, hanem pedig ugye, hanem Wasteland Ranger, tehát ugye Pusztaföld Ranger, vagy Pusztaság Ranger a neve a figurának, mert ugye a Lintos nem vette meg a forgalmazási jogot a Warner Bros-tól, hogy kiadhassa úgymond a Mad Max figurát. Tehát, hogy nyilván a Hot Toys megtette volna, és akkor az került volna 100-120-150 ezer forintban egy olyan új figura. Hát ugye a Lintos meg ilyen 60-70 körül elérhető, ami egyébként nem olyan olcsó, meg annak a figurának egy számos gyerekbetegsége van, attól függetlenül nem néz ki rosszul, és tényleg nem rossz figura, de más gyűjtőknél láttam, hogy vannak azért gyerekbetegségei, tehát én nem biztos, hogy megvenném, de tetszik attól függetlenül, és nem ítélek el senkit, aki megveszi, mert miért ne vegye meg, örüljön neki, tegye be a gyűjteményben, nincs az, ugyanúgy oda lehet tenni egy Hot Toys mellé, mert nem okoz szégyen, de nyilvánvalóan azért, mert nem eredeti, nem egy jogtiszta a figura, ezért a megítélése mindig egy kicsit ugye kényesebb, vagy pedig ugye feketén marad úgymond, mert maga a figura is fekete. Tehát ezt kell róla tudni. Ennyi van ez a videó, és köszönöm, hogy itt voltatok velem, további szép napot kívánok nektek, a Geeker legyen veletek most is mindörökké. Gyűjtés az gyűjtés, nem számít semmi más, csak hogy jó érezzétek magatokat és örömet okozzon. Én mindig ezt mondom nektek, és fogadjátok is meg. Sziasztok!